Csodálatos pillanatoknak voltam szemtanúja, elmentem Szilárdhoz a sörökére, Vambírbe, és pont nyitottak. Bent kész vagyunk, ahova nem jöhetnek. Igen. Itt még nem vagyunk kész, mert már leülnének. Hétfőn, úgyhogy segítettem kirakni az utcára néhány asztalt meg széket magam is. És aztán utána tapasztaltam, hát nem tudom, ti mit tapasztaltatok, hát mindenki boldogan kocsmázik, mindenki ül a teraszokon, maszk egy szál se, úgyhogy lehet, hogy meg lesz még ennek a böjtje, de hát addig is élvezzük. Szilárd azt mondta egyébként, hát náluk viszonylag speciális réteg sörözget, Szilárd száját elhagyta az aforizma, hogy a legizébb most, amik pörögnek, a savanyú és a New England. Óriási szerencse, hogy viszont a Hop Fanatic hát igyekszik olyan söröket szolgáltatni, amit hát a Szilárdékhoz hasonló üzletekben keres az úri közönség. Nincs szent magyar sütemény, vagy hát bármilyen európai sütemény. Flódnízű mondjuk még nem volt, de hát most már azt hiszem, hogy a Túró Ruditól a Rigó Jancsin át a madártej mindenféle klasszikus magyar édességet már megszentségtelenítettek. Kellőképpen tahó címkéje lett, ugyanis Vambír Szilárd anyukája legendás madártejét próbálták reprodukálni sörben, ami egyébként tényleg a legnehezebb feladat, úgyhogy a Hop Fanatic végre megcsinálta a mágiarakást. A Hop Fanatic mentségére szóljó, hogy nagyon sok normális sört is csinálnak, de hát most megcsinálták ezt a jó kis mágiarakást, ami Szilárd szerint már-már kicsit cider, mert szatmári almalé, ceyloni vanília, hát ami egy klasszikus magyar süteményhez szükséges. És hát a címke, na ugye, mennek ezek a 80-as évekbeli, nem is tudom, ilyen egyetemi klubok, flyerei, hogy CPG koncert az egyetemi klubban. Jó, ez mondjuk nem a CPG koncert plakátja volt, hanem mit tudom én, Neoton. Hopp! A nem nagyon hopcentrikus sörök ligájának versenyzőjét töltöttem ki. Ez laktóz. Ja persze, hát laktóz minden ilyenbe kell, hiszen az adja ezt a süteményes alapot. Igen. Vízárpamalát, szatmári almalék, komló, laktóz fűszerek sörélesztő. Spicy apple cake. És az a jó, hogy ezek általában angolul is fölírják, hogy mi, és akkor legalább mindig megtanuljuk angolul, hogy mi micsoda spicy apple cake szor. Tehát savanyú sör. Azért lehetne habja, most nem ezért vagy azért. Hát a mágiarakás, ugye kétféle receptet találni a neten, vannak az olyan receptoldalak, ez a vakvezet világtalant, hogy az olvasók oda böfentik a saját receptjeiket, a többiek meg hát ugye vakvezet világtalant, és vannak a rendes receptoldalak, na mindegy, ez általában olyan mentő sütemény, tehát néz körül a kamrában, és a végén csak össze tudsz hozni egy mágiarakást, tehát szerintem annyira nincs kőbevésve a recept, alma meg fahéj, meg száraz zsömle, ugye megmentjük a száraz zsömlét. Érdekes, hogy én inkább olyan almaborosnak érzem. Egy könnyű nyári sörnek kéne lenni, de valahogy 4,5% az alkoholtartalom. Én érzem benne rendesen az alkoholt, de javára mondom, hogy nem igazán édes. Nagyon jó, hogy nem nagyon édes, és nagyon jó, hogy kevés benne a laktóz, kezd egy kicsit a tököm tele lenni a laktózzal, hogy mindent tele nyomunk laktózzal, és aki először iszik, mint amikor én ittem először, hogy anyám, aztán utána rááll a nyelvünk az ízlés, hogy ja, hát tele van laktózzal, és ebbe finoman van a laktóz, hogy azért a sütisség meglegyen. Nagyon jól csúszik, de mondjuk, ha valaki mágiarakás ízű sört inna, az nem biztos, hogy ez alapján el tudja képzelni, milyen a mágiarakás. A rekettjének legalább annyi jó söre van, mint a Hop Fanaticnak, már úgy értem, hogy számomra jó, tehát nem ezek a nagyon extrém elborultak.
a másik Berliner Weisse-jük, amit már ittam, szintén ilyen 3D-s dobozban volt, és most, hogy végre élvezhessem, Szilárd adott hozzá szemüveget is. Na, jól áll, nem? És akkor most így megnézem. Hát nem tudom. Lehet, hogy el kell fogyasztani a Berliner Weisse-t. Brain dance, vagyis hát amikor az ízélmény hatására táncolni kezd. Kezdenek a tekervények. Hát... szüretlen világos savanyú sör, és ebben az az érdekes túl azon, hogy hát egy ilyen góze jellegű cucc, hogy van benne tárkony. És a tárkony egy nagyon érdekes fűszer. Diana asszonya, vitatkoztunk egy kicsit délután, én azt mondtam, hogy szerintem a tárkony édes, és a végén, hát nem tudom, hogy meggyőztem-e. Hopp. Igen, egyszer leejtettem. Az kicsit megnövelte a nyomást. Szilárd pont magyarázta is, hogy az oxidáció miatt használnak sokan dobozt mostanában, mert a dobozt jobban meg tudják tölteni, kevesebb levegő marad benne, majdnem színültig töltik, és hát itt egy kicsit behorpadt a dobozka, tehát kicsit megnöveltem a nyomást, tehát nem a reketje rontott el. Ezek az ötletek, tárkony, ki az Isten nyilának jut eszébe, és nagyon el tudom képzelni, hogy illik hozzá a tárkony, mert a savanyúhoz adja az édességet, ugye mindig az egyensúlyt kell megtalálni, a komló keserűje és a maláta édessége között normális esetben, és hát ezekben az elmebeteg esetekben pedig ugye a savanyúság és az édesség, vagy szóval, hogy legyen valami ellenpont. Ez a mágia rakás egyébként mellékesen, tehát pont, hogy a mágia rakásra kéne ilyen hab. Az én értelmezésemben ugye a mágérrakásnak a tetején kéne, hogy legyen egy nagy adag betonkemény hab, és ezen van egy nagy adag betonkemény hab. Nagyon érdekes ez a tárkony. Hű barátom, arcon ütött a zsenialitás. Tárkony. Igen, mert Diana azt mondta, hogy nem, mert hát a tárkony szerintem nem édes, mert pont, hogy az ilyen tárkonyos dolgokban, tárkonyos ragúban ugye kell a citromlé, meg hát mondom, épp ez a lényeg, hogy ott is a savanyú és a tárkony jelenti az édességet, pedig hát ugye húsos ételekben használják előszeretettel, de nagyon, figyelj, ez tényleg odaver. Látványban is csodálatos, és egy sós, egyszerre sós, savanyú és enyhén édeskés dolgot iszunk, ami ízlik. Tudom, hogy én vagyok a dogmatikus hülye, hogy állandóan a habokat kajtatom, de hát na. Hát azért csak jobban néz ki. Nagyon innék ilyet egyébként nyárestéken. Tehát az íze zseniális, ilyen kicsit olyan rozéfröccs jellegű. De ha már mágia rakás, és akkor is, ha nem mágia rakás, minden sörnek legyen ilyen habja. A Horizontól már, aki ivott az ő Source Series-ükből, vagyis a savanyú söreikből, azoknak ismerős ez a doboz dizájn, ez is nagyon olyan 80-as évek, de a jóféle 80-as évek, tehát nem a kommunista 80-as évek, hanem az általános ilyen globális stílustrend, nagyon szép a címke. Szintet léptünk megint. Egy nagyon érdekes sör, mert ezek a savanyú sörök, ezek majdnem mindig ilyen laza, nyárias, 3-7, 4-fél. A 4-fél, ez még ez a mágia rakás, egy kicsit tömény is, szóval alacsonyabb alkoholfokuk szokott lenni ezeknek a savanyú söröknek, és erre most lehet, hogy ez egy új trend, hogy most akkor bejönnek az imperiálok, tehát a dupla beltartalmú savanyú sörök. Ez ráadásul a Horizontnak egy kollabja, egy német főzdével, a Buddelship nevű főzdével, hamburgi a főzde, elég szép a hollapjuk, rajta van a főzde koordináta, és annyira ilyen hajós. Hát ugye ez a magyar embernek nem nagyon esik le rögtön ez az egész, ez a hajós világ, hát mi szárazföldi patkányok vagyunk, és amúgy megnéztem, hogy mi az ördög ez a Buddelship, Buddel németül,
az alkoholos ital tartalmazó palack, ha minden igaz, és nem tudom, hogy a Buddelship, hogy amikor a tengerész épít egy ilyen vitorláshajót a palackba. Mit is ittam utoljára? A Horizontal, a Hazy Queen, Neipát talán, meg hát nekik vannak ezek a nagyon jó kis night shiftjeik. Szilárd, átkozott gazember. Jó színeket válogattál össze. Jézusom, ilyen színű. Az Imperial Sour. Aztán megmaradjon ez a hab, mert most ez nagyon biztató. Erdei bogyós gyümölcs. Nem ittam még ilyen erős sour élt. Csak mondom, itt ez legyen az irányadó hab, ez a rekettyés hab. De valahogy az ilyen pirosakról mindig eltűnik. Blackcurrant, bárcsak tudnám, és blueberry. Hát ezek a sötét színű, kékes színű bogyók, 7,5%, árpamalata, búzamalata, zappehely, laktóz, fekete ribizli, piros ribizli, áfonya, komló, élesztő. Remélem, nincs homok. Nincs. Ja. De bogyós gyümölcsök vannak, hasonló amúgy a Bimbo gózéjéhoz, csak nem annyira savanyú. Aha, a kár. Arra legalább örökre emlékszem. Poszttraumatikus stresszem van, és azóta is ragaszkodok hozzá. Stockholm-szindrómám van, igen, a Dimbóra. Tehát kegyetlenül bánt velem a túlszejtő, de a végén kötődök hozzá, és azóta is mindig ezt követelem. Az ebben az érdekes, hogy 7,5%-os, és nem érzed benne az alkoholt. Tehát érdekes, hogy a savanyúság valahogy elnyomja, eltünteti az alkoholt, mintha egy ilyen kellemes kis terasz szörpike lenne. Végre egyszer, aki nem egy laza savanyút akar, hanem egy, hát mi a lazának az ellentéte, feszes, merev savanyút, hát annak ez abszolút ajánlható. És ugyanazt a savanyúságot érzem a fogaimon, mint amikor bezabálok valami szederből. Egy igazi klasszikus, az ugar strómanja. Hát ismerek olyan embert, akik csak azért iszik ugarsöröket, illetve nyilván jók az ugarsörök, de hogy ő azért iszza őket, mert annyit röhög a címkén. És hát tényleg, nem fogom felolvasni, vásároljatok ugarsöröket és röhögjetek. Holnap is kegyetlen, figyelj, ez a ülnek a pusztán valami, nem is tudom, milyen villásrakodó van a háttérben, és hát gondolom, hogy az ugar alapítók, tulajdonosok, főzőmesterek, és a tyúk, én nagyon szeretem a tyúkokat, mindegy, szászolnak, és egy a vége viccesek az ugar címkék, és egyébként dizájnban is tetszik, egy bajom van vele, én ezt valami mattabb anyagból csinálnám, mert valószínű ezért nem ittam egész eddig én soha életemben strómant, valami nem elég matta címke. Ja igen, ez annyira New England IPA. Ja, hogy ez egy neipa. Látod? Nem elég matta címke, és tökre meginnám ezt a remek neipát, ezt a nagyszerűnek ígérkező neipát. És amúgy... de szép narancsárga hab. Igen, ez volt a lényeg, hogy azt hiszem 9000-es kapacitású a főzde, tehát az erjesztő tere az ugarnak, és hogy nem főznek egyszerre sokat a strómanból, mert hogy a palackban sokáig van, akkor az nem tesz jót a komlóknak. Hát egy szép sör. De jó. Az az érzés, amikor a kortyok így erőszakkal kell abba hagynod az ivást, mert még így jönne. Sejmes. Hát citra. Szóval, hogy nagyon tartanak az oxidációtól, és hogy ezt minél frissebben kell meginni. Hát nemrég raktam ki egy videót, hogy nagyon régen lejárt szavatosságú söröket iszom, és jók voltak, de hogy azért féltik az oxidációtól a komlót, szóval hogy annak így halványodik az íze. Ez valószínű friss. Ez vadorzó, nem is tudom, mikor ittam ilyen jó neipát utoljára.
palack alján jelzett időponti 2021 március 20, ennyire friss sört, nem is tudom mikor ittem utoljára, mondjuk Szilárd azonnal leszokta rabolni a főzdéket, hogy lehet, hogy ez tegnap még a tartályban. Ú, de jó. Sok hülyeséget rá kéne írni, hogy ne itt. Ja, én vagyok a hülye, ide van írva New England IPA, egyszerűen nem vettem észre. Hát, szemüveget a bírónak. A kedvenc New England IPA-m mától. Keressétek a 2021 márciusi lejáratot. Hű, de jó. Ez a... Zárótételünk ez a jó kis Acebock a Hoptoptól. Én munkanéven ezt Elmebeteg Seriesnek hívom, mert hát 7,5 decis üvegbe raknak 11%-os sört. Drága jó Hoptop, karantén van, nem mer átjönni hozzám Józsi. És ki mer máshoz átmenni, szóval na. Szerintem ez egy ajándéknak való sör. Rendes ember ennek örülni is fog. Több szempontból érdekes. A sör egyfelől dekokciós eljárással készült, a dekokciós eljárás a kedvenc sörfőző eljárásom, egyszer csináltam, aztán soha többé. Nagyon jó lett a sör, hát az én szintemen aztán tényleg váratlanul jó lett a sör, de írtózatosan sok macera van vele. Ha valakit érdekel, akkor a Hoptop oldalán van egy leírás erről, hogy hogy készült, hogy nagyipari szinten hogyan készítik. Egyszer egyébként... majd szóljanak a Hoptoptól, mikor csinálnak dekokciós bármit, mert azt lehet, hogy megnézném és röhögnék, hogy ne jól van. Szóval egyfelől dekokciós, másfelől ez egy Acebock, ami hát nem tudom, már meséltem-e. Újja, ez ilyen spéci dugós. Tudsz? Nem tudom, hogy meséltem-e, hogy készül. 11%. Húz óra, 11%, hú de szép, de gyönyörű. Gyorsan vissza a kupakot, ezt még, ennek még valaki örülni fog. Szóval, erős láger, vigyáztam, tehát a legnehezebb műfaj szerintem az erős láger, hogy ez jó legyen, és ne lógjon ki az alkohol, és harmonikus legyen, és egyébként ne legyen penetráns a rossz íze. Kicsit hasonlót ittam a Szent Andrásitól nemrég, de már nem emlékszem, mi volt az. Mintha valami finom, gyümölcsös pehelypaplan szétterülne az ember nyelvén, de az a fajta pehelypaplan, az a sarki lúttól, tudod, amikor így betakar lágyan, és nincs súlya, nincs tömege a paplannak, csak az a melegség, azt a mindenit. Várja. Miből van ez? Mi van ebben? A víz árpamalat a komló sörélesztő. Nem egy kutyulmány, kis haver. Azt a mindenit. Azt a leborult. Ez elképesztő, ez döbbenetes. Ezért kell... olyan szilvalekváros, nem is tudom. Ezért kell, úgy látszik, dekokciós eljárással csinálni azt a rohadt lágersört. Szóval, hogy az Acebocknak az a lényege, hogy nem tudom miért, kajtatja az emberiség a minél erősebb sörök titkát. Nemrég volt erről szó ugye a Brewdog sörei kapcsán, hogy nagyon fontos, hogy igazán erős sört csinálni, hiszen hát, hogyha az ember forralja a cefrét sokáig, akkor nagyon tömény indulóban ballingot tud csinálni, mit tudom én, tud 30-ast is, bármelyikünk egy kicsit több forralással, de azzal nem bír el a sörélesztő, és hát ezt kerüli meg az Acebock rendszer, tehát mondjuk csinálnak egy 8-9%-os sört, azt még én is tudok, lágert, és akkor azt kirakták ugye klasszikusan Ausztriában télen a hóba, és egy idő után, hogyha van mínusz 20 fok mondjuk, vagy mínusz 25, akkor egy kicsit megfagy, tehát a benne lévő víz megfagy, ekkor megnyitják a hordót, kifolyatják a sört, benne marad a víz,
hát ezt ugye kidobják, vagy hát nem tudom, mit csinálnak vele, és megmarad ez az Icebox, és hát nem mondom, hogy kételkedtem a Hoptop bármi csodájában, de mondom Szilárdnak, hogy szerezzem már valami tárgyi bizonyítékot, hogy ezt tényleg ilyen fagyasztásos eljárással csinálták, és tessék, fogadjátok szeretettel a Hoptop képeit. A belefagyott Icebox, ez, figyelj, az évszázad ajándéka. Kérdeztem, hogy létezik ez kisebb üvegben, azt mondja Szilárd, hogy nem. Egy hülyeség, mert erre tényleg így össze kell jönni, hogy többet magaddal meginni, mert ez így egyszerűen túl sok. Ez még két embernek is sok, ez minimum egy három emberes sör, de még az a három ember is gömbölyű talpakkal fog gyalogolni utána. De ezt nagyon ajánlom. Is! És az a szerencse, hogy munkált bennem a természettudományos érdeklődés, hogy vajon ez miből is van, és hát Szilárd benyújt a hűtőbe. Ott a vambírben, és azt mondta, hogy ja, hát ez a dirámméből van. És hát én ezt nemrég teszteltem. Oh. Hű, a Szent Andrásinak volt ilyen színű a dupla bakja, a nem is tudom már Jézus könnye, vagy Szent András, nem tudom micsodája. De már nem emlékszem, szóval ezt a dirámmét fagyasztották ki, ami ugye 8,4%, szóval ez a egészséges sörélesztő által még pont előállítható. Jó volt ez is, rémlik. Ez is erős. Ez is jó, de lehet, hogy ez tényleg nem a nettó alkoholizmusról szól, hanem hogy tényleg más minőség jelenik meg abban, hogyha kifagyasztanak belőle egy kis vizet, mert érdekes, hogy ez az Icebox a sima dirámméhoz képest, ez csak egy erős sör, egy nagyon finom erős sör. Tradicionális német dupla bak. Ja, hogy már persze, ez is dupla bak. A bak eleve erősebb, és akkor a dupla bak sejmes, sötét malátás ízekkel, dekokciós eljárással készítve. Fű, de jó ez, és milyen jó, hogy azért készülnek ilyen alapsörök. Hát, azt hittem, hogy ez egy öncélú hülyéskedés lesz, de hát nem mondom, hogy ez... De lehet, hogy igazából nagyon erős gondban van a zsűri, mert ez a rekettje brain dance. Basszus, ez a tárkony most egy kicsit dekantálódott, még jobban jön a tárkony. Ó, ezt a tárkony tornádót. Ó, egy porördög. Zseni volt, aki feltalálta a tárkony csörbe. Ó, és még mindig nagyon szép a sör. Ez az ugarneipa. Ez az ugarneipa, ez megvett. Ez egyszerűen olyan, hogy tényleg ajkamhoz se emelem, mert betódul az egész. Valami döbbenetesen sejmes. A Horizont Imperial Sour éje. Hát... tiszta szerencse, hogy létezik ilyen, hogy lehet ilyet kapni, egy csodálatos termékkategória. De nem tudom, hogy állnak most a nemzeti alaptanterve. De belevetetném ezt az Icebox-ot. Mi? Most melyik? Két hét múlva így pörgeti a pénzt majd.